Jó estét kívánok, Aktuális című magazinunkat látják. Mai vendégemmel Polyák Pállal, a Menő Megyer Egyesület elnökével beszélgetek a közösségről, amely idén elsőként vehette át Herceg Tamás által alapított közösségdíjat. Üdvözöllek, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Üdvözöllek, és köszöntöm a nézőket is. Kifejezetten szeretem a díjátadókat, azért, mert ilyenkor van lehetőség akár egy személy életútját, akár pedig egy ilyen jellegű közösséget, mint a Menő Megyer, bemutatni egy kicsit jobban. Az Egyesület nem annyira idős, de majd az alapításának körülményeit te fogod elmondani nekünk, de tényleg az, hogy az alapgondolat, a közösség létrehozásának alapgondolata honnan és hogyan jött? Én Mezőmegyeren születtem, 1978-ban dobott le Udalgója, és aztán nagyon hosszú ideig, majd 30 évig laktam a településrészen. Ezt követően mindenki életébe beköszönő gazdasági okok miatt egy panellakást választottunk családilag, és ez is egy jelentős életszakaszom volt. Megtapasztaltam, milyen nem megyerinek lenni, és ez alatt az időszak alatt végig vágytam oda-vissza. Családi házat tudtunk vásárolni 3 évvel ezelőtt, és aztán lettem újra megyeri, de még nem voltam menő. Elmondtad, hogy a közösség és az egyesület sem régi. Tavaly júliusban fogalmazódott meg a visszaköltözésünk után nagyjából másfél évvel bennem az a gondolat, hogy a régi időkből vissza kellene meríteni azt a közösségi életet, ami ott nekünk gyerekkorunkban, fiatal felnőtt korunkban még megvolt. Mert ez talán egy picit elment. Lehet, hogy nem ment el, csak én mentem el mellette, viszont szerettem volna belefolyni ennek a közösségnek az életébe, és egy hozzám hasonló, korban hozzám hasonló fiúval Dunántúlon találkoztunk, egyébként ő már nem megyeri, de nosztalgiáztunk egy nagyon jó terről a település részről, és ott fogalmazódott meg bennünk, és akkor mondtuk ki ezt először, hogy milyen menő volt ott nekünk ezen a környéken élnünk, és megcsináltam ezt a csoportot, néhány ismerősömmel megosztottam, de még nem töltöttük meg tartalommal, viszont mindenki elmondta, aki belelátott ebbe a gondolatmenetembe, hogy erre a fogalomra majd esetleg vissza lehetne építeni a régi időket, buzdítottak, hogy csináljunk, kezdjünk ezzel valamit. És aztán ez tavaly július végén meg is történt, én egy kultikus helyre, megyeriek ezt tudják, a nagy busz megállóba, ami az ötös busznak egyébként szintén egy kultikus járműről beszélünk. Évtizedek óta ez a számozott busz jár a település része. Ennek a busz megállójába hívtam ki az embereket random. Tehát elkezdték megosztani a közösségi médiában a hírt, illetve ezt a meghívót, és hát nem maradtam ott egyedül, hanem körül ültek engem. Azok az emberek egyébként részben, akik a jogi személy, a későbbi egyesület, a januárban egyébként megszáradt pecséttel rendelkező egyesületnek az alapítói lettek. Úgyhogy így indult el ez az egész. Rengeteg ötlet, rengeteg program, rengeteg jófej megyeri ember adja össze azt a halmazt, amit most már Menő Megyernek nevezhetünk. Csak egy kicsit arról, hogy a közösség az ugye elindult, és aki nyomon követte, bármilyen szinten érintett volt a dologban, látta, hogy egyre jobban gondolkoznak, és nem csak az online felületen, az online térbe azok, akik részt vesznek a közösségbe, hanem tényleg, hát ahogy beszélgettünk itt az aktuális előtt, hát csinálás van, ami ugye rajtad maradt, hiszen effektíven nem csak beszéltek dolgokról, hanem amit tud a közösség, azt meg is csinálja. Ez pontosan hogyan zajlik? Mennyire lehet összetartani ennyire sokféle embert, hiszen egy település részen tényleg az időstől a fiatalig, a dolgozótól a nyugdíjasig, az óvodásig mindenki jelen van. Mégis napról napra, hétről hétre történik valami most már az egyesület életében. Így van. Hát a csinálás az valóban rajtam maradt. 4-5 éve töltöm meg ezt a fogalmat azzal, ahogyan működünk, vagy amiben belenyúlunk, működik. Nem nagyon szeretjük az üres beszédet. És elmondtad, hogy nagyon sokféle ember és nagyon többféle generációból jövünk itt össze ezen a település részen. Igénye van az embereknek arra, hogy a beszédtől eltérő
megtörténések legyenek a környezetükben. Tehát el lehet mondani egy utcáról, hogy szemetes, de az nagyjából annyit is ér, hogyha nem megyünk egy zsákkal és nem szedjük össze azt a szemetet. És az embereknek csak egy szikra kellett ahhoz, és szerintem máshol is így van ez, hogy csatlakozzanak egy jó folyamathoz, egy jó gyakorlathoz. Könnyebb oda menni 3-4 emberhez, aki már éppen szedi a szemetet, vagy összekapar valamit, vagy elültet valamit, vagy megöntöz, vagy megkalapál, mint hogy önmagunk elinduljanak. Sok emberben ez nincs meg, bennünk megvolt, elkezdtük, és ez az a folyamat, amihez az emberek csatlakoznak. Nem csak beszélünk róla, hanem meg is cselekedjük. Leginkább egyébként megcselekedjük, és utólag számolunk be a történésekről. És ehhez jó csatlakozni, ehhez jó tartozni egy ilyen közösséghez, ehhez menő tartozni. Miért volt fontos az, hogy egyesületté váljon a közösség a mai világban? Hiszen ugye itt arról van szó, hogy adott esetben gyárdalapokat helyeznek le a közösség tagjai, füvet nyírnak, terepet rendeznek, tényleg ahogy szó volt, fát vagy virágot ültetnek. Miért volt szükség, hogy egyesületté váljatok? Rengeteg mindent meg lehet csinálni a két kezünkkel, viszont akár a hatóságokkal, akár önkormányzattal, egyéb hivatali szereplőkkel, nem azt mondom, hogy nem állnak szóba az emberrel, de nyilván szükség van egy jogi személyre ahhoz, hogy akár csak egy egyszerű együttműködési megállapodást megkössünk. Leginkább ez volt az, ami indikálta ennek a jogi személynek a létrehozását. Volt egy igény is az emberekben, hogy valahogyan nevezzük el magunkat. A közösségi médiában létrehozott csoportot igazából a szél is el tudja fújni, tehát akár egy technikai hiba miatt már nem elérhető. És tehát ezek összessége volt az, ami miatt csináltunk egy egyesületet. Vegyenek egy kicsit komolyabban minket. És akkor mivel foglalkozik az egyesület, de inkább a közösség tagjai, inkább így kérdezem. Mi az, ami már megtörtént, amit már megcsináltatok? Volt néhány forró pont, itt szemét kupacokra gondolok, néhány olyan elvadult vagy felhagyott rész, vagy másoknak, akiknek esetleg dolga lett volna a figyelmen, általuk figyelmen kívül hagyott részek rendbehozatala történt meg, ezek közterületi csinálások voltak leginkább. Volt egy komolyabb ügyünk, a 19 kultikus nyárfának a visszaültetése, ami jó régen volt, sokkal több, de az én 40-es, 50-es generációmnak már 19 nyárfaként maradt meg. Ez Mezőmegyer külterületén van, jó sokan nőttünk fel az óriás nyárfák mellett, aztán amikor ezek vágásérettek lettek, ugye nyilván kivágták őket, és ezt sikerült össze-visszahozni, tehát ez egy ilyen hangulatjavító lépésünk volt. Gyakorlati szempontból pedig visszakanyarodok oda, hogy a település rész rendben tartása, a szemetelés, a felhagyott részek, a virágosítás elmaradása, ami nem jelenti azt, hogy a város nem végzi el ott a dolgát nálunk, viszont elképzelhető, hogy a sorban nem a legelső helyen vagyunk, illetve van néhány olyan rész, ami csak igazi megyeriként tűnik fel. Tehát nem a fősodorban van, hanem egy mellékutcában van, egy zsákutcában, vagy akár egy külső területen történik meg. És ezen felül egyébként egy-két olyan történelmi eseményt, vagy kultikus helyet is felöleltetek, mint például a II. Világháborús repülőgép. Igen. Sokan elmondják, hogy Mezőmegyeren nagyjából nincs semmi, és nem is történt soha semmi. Kevesen tudják, egyébként jó magam sem tudtam hosszú ideig, hogy a fejünkre esett egy repülőgép. Ez 44 októberében történt, ha pontosan tudom a dátumot, akkor ki is mondom jól, talán október 6-án. És itt rengeteg munkája van egy Békés Csabai fiúnak, aki ezt évtizedek óta kutatja, a Domokos Ferenc. Rengeteg roncsdarabot, történetet és ehhez kapcsolódó szálat tárt fel. Néhány száz méterre tőlünk lezuhant egy bombázó. A mai napig részei a földben vannak, rengeteg történet övezi ezt az eseményt, és ezt próbáljuk, segítséget kértek tőlünk, ezt próbáljuk rendbe tenni és végig kutatni gyakorlatilag, és elképzelhető, hogy lesz egy olyan történet, ami végre Mezőmegyerhez köthető és történelmi esemény. Nyilván szeretnénk bemutatni majd ezeket a roncsokat, szeretnénk a történelmet egy kicsit ott igazolni. Egy másik nagyon fontos csinálás, és akkor maradjunk ennél a fogalomnál, például az óvoda udvar rendbetétele, ezt miért tartottátok fontosnak? Nagyon sok tagunk, alapító tagunk és tagtársunk gyermeke konkrétan abban az óvodában jár. Ők jelezték, hogy van egy olyan terület, egy valamilyen kimérésből maradvány terület, a technikai dolgait nem tudom, ami
nem állt rendelkezésükre oly módon, hogy nem volt rendbe téve. És ebben kértek tőlünk segítséget, egy ilyen családi vagy néhány családi nap keretében, hogy tegyük ezt meg. Néhány száz négyzetméterről van szó, klasszikus száraz növényzet, mindenféle elhalt fák vagy invazív fajoknak a kitakarítását jelentette, és ennek az volt a célja, hogy azzal a területtel növeljük meg a játszható részét az óvodának, illetve egy komposztálót hozzunk ott létre. Nagyon népszerűek voltak ezek a napok, egyébként 10-20-30 ember is megjelent esetenként ezen a csináláson, akkor most már használjuk ezt. És aki tudta, tette ott a dolgát, aki fizikailag korlátolt volt vagy időben, az csak néhány tálca süteménnyel, vagy üdítővel, vagy ásványvízzel jelent meg. Egyébként ennek mindig az az eredménye, hogy 30 tepsi sütemény lesz ott, és íratlan mennyiségű elfogyasztható bármiféle ital, úgyhogy ezeket el szoktuk úgy osztogatni, vagy pedig ott elfogyasztják az aktivisták. Tehát ez volt az óvodai programunk. Tehát ez is jól mutatja, hogy egy olyan közösség épül, ami... Hát ami bizonyos szempontból tényleg megvalósítja azt, amit eredetileg szerettetek, vagy szerettél volna, hogy visszakerülünk az időben egy kicsit, és lehet, hogy városrészre nem szerencsés ezt mondani, de nekem mégis olyan érzésem van, mintha egy ilyen kicsit falusias közösségben egy kicsit olyan emberek lennének jelen, akik tényleg figyelnek egymásra. Mit tapasztaltok ezzel kapcsolatosan? Hogy most nem csak arra gondolok, hogy együtt tesztek a közösségért, vagy a közterületekért, hanem tényleg odafigyelnek a városrész lakói egymásra? Igen, és az én igényem is ez volt, és aztán a beszélgetések után ott az alapítást, illetve az egész indítása után jött ez elő, hogy másokban is ez az igény mutatkozott meg. Nem voltak mobiltelefonok, nem voltak kütyük, nem voltunk ennyire közel egymáshoz, akár a világ másik végén is néhány kattintásnyira. Tehát mi ott Mezőmegyeren is ugyanúgy, ahogy nyilván máshol is, megbeszéltük inkább a dolgokat. Kiültünk fiatalként a buszmegállóba, ott sötétedett ránk, a szüleink hajkuráztak minket a faluban, hogy végre hazamenjünk már éjszaka vagy estére. Úgyhogy ez a nosztalgia jött bennünk vissza, és erre volt igénye az embereknek. És nyilván egy valóban civil közösségben szeretik, vagy szerették volna ezt megélni, mindenféle hátsó, vagy távoli, akár középtávon megvalósítandó egyéb célokkal ellentétben. A rend, az egymás társaságának az öröme, és az az eredmény, amit ezek mentén meg tudunk valósítani. Ennek köszönhető az, hogy a közösségdíjat gyakorlatilag még nem is teljesen egy éves egyesületként elsőként vehettétek át idén az országgyűlési képviselő úton? Így van, a Herceg Tamás által alapított díjról beszélünk. Egy meglepetés volt nekünk is, szóltak, hogy roppant módon szavaznak ránk az emberek, és ezért kaptuk meg. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát nagyon fiatalok vagyunk, de olyan ütemben szaladtunk előre, hogy amit mondunk, az meg is történik, vagy megcsináljuk, hogy az emberek úgy gondolták, hogy ezt most nekünk szavazzák meg. És akkor egy kicsit a jövőről, a közeli jövőről, hiszen folyamatosan vannak programok, vannak közösségi alkalmak. Mire várjátok a megyerieket legközelebb? Az élet termeli ki egyébként azokat a dolgokat, amiben bele kell folyjunk, illetve a tagok ötletei, nagyszerű tagjaink vannak egyébként, az alapítók is, de bármelyik megyerül el tudom mondani, hogy nagyszerűen áll hozzá a kezdeményezéshez. A szemetelés például, most egy nagy szemétszedésre készülünk, akik gyalogjárnak Megyeren, hát látják, hogy néha azért véletlenül az emberek elejtik a kezükből a szemetet, én nem mondom, hogy direkt dobják el, de illik őket figyelmeztetni erre, hogy esetleg szorítsák meg jobban. Ha nem sikerült, akkor pedig kimegyünk és összeszedjük. Tehát az elkövetkezendő néhány hétben ebben szeretnénk lépni. Lesz majd egy gyermeknap a nagy focipályán, mondjam így. A futballklubbal és az Arany János Művelődési Házzal közösen fogjuk rendezni, nagyon jó programok lesznek. Illetve ültetési időszakban tovább szeretnénk virágosítani, fásítani a település részt. A repülőügyben is szeretnénk előrébb lépni, tehát nagyon-nagyon sok szálon megyünk. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen örülök, hogy itt lettem. Ez volt az Aktuális, legközelebb is várjuk Önöket magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!